gazdaságot jelentősen befolyásoló változásokról fognak dönteni a parlament utolsó ülésén. Melyek ezek, mikor léphetnek életbe? Hétfői napon lesz a parlamentnek az az ülés, amikor elfogadjuk a adó és járulék csökkentésre vonatkozó törvénycsomagot. Ez azért is fontos, mert a gazdaság szereplői részére lehetővé vált a gazdaság teljesítmény alapján az, hogy a társasági adót csökkentve egységesen 9% mértékben határozzuk meg 2017. január 1-től. Ez azért fontos, mert ezzel olyan mértéket sikerült bevezetni, amellyel Európai Unió tagországai közül a legkedvezőbb mértékű társasági adó alkalmazására nyílik lehetőség. Ez azért is fontos, mert a versenyképességünk növelése érdekében ez a szint már az, amikor további vállalkozásokat, további tőkét lehet az országba jó eséllyel hozni, és ez a munkahelyek számának a növelésében is megnyilvánul, illetve ez a gazdaság teljesítményét is fokozza. És reális az, hogy a növekedés, a gazdasági növekedés most már a 2-3% helyett egy magasabb tartományban 4-4%-ot meghaladó, jó esetben 5%-ot elérő mértéket tegye lehetővé. Ez a fontos célkitűzés ennek a csomagnak. Az adócsökkentés mellett itt igen komoly béremelés is történt. Igen, alapvetően az a 15%-os minimálbér növelés az, amely a versenyszféra és a szociális partnerekkel való megállapodásában a kormány rögzített, és ez tulajdonképpen egy 6 éves folyamatnak az első lépése, hiszen 6 év intervallumban gondolkodott a kormány.